Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Gyerekek, szétültetlek. Ma olyanok vagyunk Bencével, igen, mint a rossz diákok, ugye? Bár így kivételesen... Bukottiák vagyok. Ne kezdje meg, tényleg. Ma kapsz egy papír galacsint így az orradba, vagy a füle. Fületben nem tudok, mert ott a füles. De egyébként azt mondjuk el a tisztánlátás véget, hogy ez egy kivételes helyzet, mert így rosszabb vagyok, mint Bence ma reggel, ugye? Így van. Rendszerint ő szokott azért mégiscsak a legrosszabb diák lenni az óskolában. Elnézést, tanítóbácsi, odafigyelünk, miről szeretne beszélni. Ez azért van, mert most úgy vagyunk veled, mint a vakáció előtti pénteken. Tulajdonképpen nem titok, most már nem államtitok ezek után, főleg nem, hogy országvilág füle hallatára, szeme láttára elmondtam, hogy Kincső kisebb fajta szabad napsorozatra készülődik, és ezért egy kicsit most ilyen huncut diák kedvében van. Igen, rossz csont. Mi nézel rám, ezért azért jelentőség teljesen. Miért nem fegyelmezed teljesen. Meg, te üsz mellette, ilyenkor a tanító bácsi ezt mondja. Tépjem el a szabadságkérését. Képzeljétek hát el. Hát hiába. Apropó rossz diák, én egyszer lebuktam a hátsó padban. Nem kell semmi óra gondolni. Diák, igen. Rossz diákat értettem én. Igen, rossz diákat. Hát. Egyébként szó szerint azt hallottam. Igen? Endre, nem rossz diák, rossz diák. Rossz mit csináltál a hátsó padban? Azt hitték, hogy nagy baj van, és nem tudom, miket művelek a pad alatt. Nem, keresztrejtvényt fejtettem. Menj már, jaj, gyere, ez megér egy pacsit, milyen ügyesen kötötted a mai témánkat, bravo, Endre. Bár részben helytelen, amit mondtam, mert felnőttek és keresztrejtvényezés első körben, nem annyira diákok és keresztrejtvényezés, de... Én korán beértem. Ez a te témád volt, Endre? Igen, és képzeld el. Tudod, hogy utálom én a keresztrejtvényezés? Nagy gyere, hát a világnak az egyik legfölöslegesebb dolga. Yeah. Unalmas is. Uh-huh. Az egyetlen jó a keresztrejtvényes lapokban, hogy néha vannak benne viccek. Uh-huh. Ennyi? És igen, egy adott ponton voltak nénik az elején, aztán rájöttek, hogy Csóri nénivel nem működik. Aztán voltak nénik a végén. Akkor tettek felöltözött néniket. Uh-huh. A keresztrejtvényezés még mindig... Neked nem? Érintetlen. Nálam mindegy, hogy milyen újság, mindegy, hogy milyen havilap, mindegy, milyen magazin. A keresztrejtvény az olyan érintetlen, szűzies, hogy nyugodtan lehetne a glóriát rehajítani havóna. És akkor soha az életben nem vásároltál magadnak kifejezetten ilyen keresztrejtvény füzetet vagy könyvet, amiben minden oldalon keresztrejtvény van. Komolyan? Igen, Kincső, előzetes megfontolás alapján. Tényleg, meghányva vettem a dolgot, a büdös rohadt életben nem vásároltam ilyen jellegű olvasmányt, sőt, ha volna egy rossz biblia, valamiért nálunk arra szokás eskedezni, akkor megesküdnék arra, hogy a továbbiakban sem fogok ilyet csinálni. Nem szeretek keresztrejtvényezni. Szodokúzni még esetleg egy kicsit jobban a szókirakost. Nem tudom a keresztrejtvény idegesít. Szókirakos, szókereső és társai? Az inkább. Aha. Mm. De akkor csak a keresztrejtvénnyel van bajod. A keresztrejtvénnyel, de az a rettenet. Az akkor logikus, mert akkor valószínűleg visszavezethető a történet, Endrének mondom, hogy nekem közben Bence szemébe nézek, szóval visszavezethető az egész történet egy ilyen gyerekkori traumához, aha, tudod, amikor is azt hitte, hogy tud eleget ahhoz, hogy érdemben ki tudja tölteni a keresztrejtvényt. El is bújtál, mert úgy nézem, hogy közben Bence rá segített. Miért engedted azt? De egyébként tudod, hogyha beleszól az érintett, azt jelenti, hogy igazad van. Igen, igen, azért nem hagyta, hogy végigmondjam, de nézd csak, én ezt tudom csinálva, felállva, térdelve, mindenféle formában és pozícióban. Csinálva, térdelve. Szóval, gyerekkorában volt ez a traumája Bencének, bocsánat, hogy ki akarta tölteni, csak nem volt elég lexikális tudás hozzá, ezért nem jött ki a pajzán rajz mellé tartozó megfejtés, nem csattant a poén, és ez olyan mély nyomot hagyott, sérelmet benne, hogy azóta se nyújt keresztrejtvényhez. Te egyébként lehet ebben valami így, ahogy mondod. Egy lépéssel tovább megyek. Miért vannak mindig rossz poénok a keresztrejtvényekben? Én egyet olvastam, ami viszont nem rossz volt, sőt, hogy barom. Hány keresztrejtvényt fejtettél életed során, hogy egyet sikerült összehozni? Sokat, én nagyon szerettem régebb, főleg amikor sok időm volt keresztrejtvényt fejteni, egy csomó mindent egyébként meg lehet tanulni belőle. Másrészt viszont, hogyha ügyesen, logikai sorrendben töltögeted ki, és nem pazarlod az időt a fölösleges töltelék kérdésekre, akkor nagyon hamar megjön a megfejtés. Tehát nagyon hamar ki lehet hozni néhány betűt, onnan meg ki lehet találni. A keresztrejtvény az nem egy perfekcionista műfaj? Én mindig azt hittem az, hogy, tehát, hogy nem maradhatott töltetlen. Nem tudom, édesanyám nagy keresztrejtvény fejtő, neki rengeteg keresztrejtvénye van. Nem tudom, hogy hol árulnak még keresztrejtvényt. Volt az, ahogy hívják, Corvinnak hívják, ugye? Igen, a Corvin magazin egy egész sorozat volt, igen. Igen, ott azok is mindent nyomtatnak már egy adott ponton, Jézuskát, géppuskát, de úgy néz ki, hogy a keresztrejtvénynek van. Egyetlen egy helyzetben látnám a keresztrejtvénynek értelmét. Uh-huh. Egy nagy meleg nyári nap. Igen.
amikor itt tényleg hogy a hőség úgy letaglós. Vannak ezek a bazi nagy döglegyek, amik bejönnek olyankor a házban, azt leütni. Jó, vissza erre az egész történetre. Amúgy nem tudom, hogy mennyire kell tényleg. Tényleg én is azt csinálom, mint kincsű, hogy el szoktam sumákolni egyébként, hogyha már nagyjából látom a megfejtést, akkor nem megyek vissza az, hogy mi az, kincső, hogy nem, most... nem hiszem, hogy elsumákolj, a perfekcionista. Pedig te, képzeld el. Vannak ilyen kedvenceim, hogy... Ki vagy te, és mit csináltál Máté kincsővel? Lesülyeztettem az asztal alá, mint nem, az én voltam. Mint imént te. Van még egy olyan, hogy függőleges három kamcsatkai földszoros. Akkor most gondolkodsz, hogy vajon tudsz-e aludni te nyugodtan az éjjel, attól már nem töltötted ki a kamcsatkai földszoros. Ilyen négykor felülsz, hogy hát a patahágó, ami nem szoros. Adom három betű, ezért nem megy neki. Hogyha már itt... Látod, köszönöm szépen az igazolást, Endre. Szóval egyébként, ha már itt tartunk, mert egyébként most olyat hoztál szóval, fogalmam is, meg valószínű, hogy nincs is erre reális helyes válasz, de én egyébként az utóbbi időben pont azért szoktam le a keresztrejtvényezésről, mert már nem tornáztatja az ember agyát. Tehát mindig ott van a lehetőség, hogy ó, beütöd a Google-ba, ó, előveszed az okos készüléket, és ha akarod, ha nem, de hát a segítséget azért, mint annak idején a Legyen Ön is milliómosban egy telefonos applikációval meg tudod, vagy egy kereséssel meg tudod oldani. Nincs már kihívás benne. Mm-hmm. Tehát szerintem manapság már csak azok ilyen hithű keresztrejtvényezők, akiknek nem annyira okos a készüléke, vagy eszükbe sem jut, hogy hozzányúljanak a telefonhoz, és segítséget kérjenek a Google-tól, és ezúton bocsánat, ha rossz ötletet adtam, de minden válasz ott van a neten. Ez a kér segítséget egy ismerőstől című történet, az úgy történhet meg akár székelyföldi körülmények között, hogy hátulról a deszkaszaunából, tudjátok, minden székelyföldi háztartást nem van egy deszkaszauna kertvégében, előre szól Móska bácsi, hogy de Erzsi! És akkor két lehetőség van. Vagy elfogyott a budipapír, vagy pedig nincs meg a függőleges négy. Uh-huh. És akkor a keresztrejtvényezőnek kell segítség. Nem, ez nem fordulhat elő. Na de érdekes, hogy utána jártak, utána próbáltak járni annak, hogy hogy is működik az agya annak, aki jó a keresztrejtvényezőben, és miért jó egyeseknek az agya, aki keresztrejtvényezőben jó. Szófejtőben, Bence, azt mondtad, hogy még próbálkozol. Van ilyen telefonos játék is, ilyen szókereső. Igen, igen, azt csináltam én is. Az jó. Én nem tudom, egyébként nem vagyok keresztrejtvényezőn. Aki nem keresztrejtvény, az nagyon buta? Nem tudom, végül is... Isten jó van, kimegyek a stúdióból. Igen, csak viccelni, meg kedvesek akarunk lenni, és nem akarunk meg... Hoppá, elindítottam a szókeresőt, bocsánat. Szóval nem mi akarunk megbántani. Mert valami reklámot kidobott itt nekem. Ja, mert azt a csórinős reklámmal kezdik. Esküszöm, bárhova mész, mindig egy csórinő jön szembe, és hanem akkor egy csóri pasas. Ez nem volt csóri, ez a nő, de maradjunk annyiban, hogy ha már nők, ugye? Mert nem csak a keresztrejtvény kötet vagy füzet elejére teszik fel őket, most úgy is ki a sor elejére is ők kerülnek, Bence, nem kell megbántódni egyáltalán, nem csoda, hogy nem kell keresztrejtvényekkel foglalkozzál, mert nem vagy nő, legutóbb mikor csekkoltad magad, még nem voltál nő, gondolom. Szeretnéd, hogy kimenjék, és ezt a tényhállást leellenőrizzem? Az a baj, Endre, vagy szeretnétek hoztad nyilvánosságra hozni, vagy nem értem. Tehát, hogy ezzel a szakállal, mondjuk azt, hogyha nő lennék, akkor súlyos problémáim lennének hormon szinten. Maradjunk abban, hogy akkor ez így elfogadható, mint férfi válasz. Igen, szóval férfi vagyok, igen. Yeah, ez rendben. Akkor nem is kell kínlódjál a keresztrejtvényekkel, nem nekünk való. Ja, mert azt mondják a tudósok, hogy a nők jobbak a keresztrejtvényekkel. De látom, kezd érdekelni a téma. Itt fogtam meg benne. Próbálom csajozásra felhasználni, szodokuzol? Nem, szó keresi. Mondok akkor neked, van itt egy professzorom, a Marco Hirnstein. Ez már professzor. Hirnstein! Nem úgy ember, na mindegy, szóval azt mondja. Te tekintel, hogy minden német szó olyan nácinak hangzik. Hát nem tudom, menj el egy... Ma, amikor a Dassler fivérnek a halála van. Bence, menj el egy átnevelő táborba. Ez nem jó jött. Nein, mein Schatz! Szóval azt mondja a professzor, a nők egyszerűen jobbak. A legtöbb intellektuális készség azonban nem vagy csak elhanyagolható különbséget mutat a férfiak és a nők teljesítményében, eddig főként azokon a képességeken volt a hangsúly a közbeszédben és a kutatók körében, amelyben a férfiak uralták a terepet, az elmúlt években azonban egyre több a nők kiemelkedő képességeiről beszámoló publikáció is napvilágot látott, mert hogy jobbak a nők, amikor szókincs, szóhasználat, szócsavarintás, függőleges, vízszintes, stb. Dologról van szó. Na már most úgy néz ki, hogy itt akkor vannak ilyen, hogy keresztrejtvény bajnokság. Mm-hmm. Meg ilyen keresztrejtvényfejtő versenyek is vannak. Meg tudom, az borítékon így látatlanban is, hogy volt néhány sikeres hölgyszereplő ezek szerint. Hát szerintem, sőt, most nem láttam én ilyen ranglistát, de valószínű, hogyha ez tudományosan igazolt tény, és egyébként tényleg ott megvan nagyon komolykodós, hogy milyen hálózati rendszer szerint kötődnek ott az idegek össze az agyunkban, állítólag nekünk nőknek egy kicsit jobban szerintem rááll minden erre. Szerintem mindennel a nők esetében, nem? Egyébként igen, de egyébként tényleg vannak ezek a buta sztereotípiek, tudjátok, amit ti általában mindig úgy a szemünkre hánytok, hogy egy vita alkalmával, amikor mi így emlékszünk,
emlékszünk, és ti úgy emlékeztek arra bizonyos helyzetre. Mert mindig rosszul emlékeztek rá azért. Nem, hát pont ez a lényeg, tudományosan be van igazolva, és ez most már innentől kezdve megcáfolhatatlan, hogy kimondjuk a reggel hármas szabály égisze alatt, hogy mindig az a szent és sérthetetlen és igaz, amire a nő emlékszik, mert így tudományosan van. Igazolt tény, hogy a mi memóriánk az sokkal jobban működik, a szó memóriánk is egyébként, ezért vagyunk jobb a keresztrejtvényben, de úgy általában az ilyen szituációs helyzet memória is, tehát adott történeteket, adott helyzeteket az életben mi sokkal könnyebben rögzítünk, sokkal könnyebben elő tudjuk venni. Erre tudod mi igaziból mindig a férfiú hír. Nem skész. Pont. Ezzel szoktuk elintézni. Nem azt mondom, hogy egy jó év, nem azt mondom, hogy megalapozott, azt sem mondom, hogy különösebben elegáns, de nem skész. Ez biztos, viszont van ennek egy olyan változat, a férfi embertől hallottam egyszer, és az az igazság, hogy bármilyen nagy szájú vagyok, nem tudtam belekötni a történetbe, amikor így próbáltam meggyőzni annak kapcsán, hogy de hát, hogyha bizonyított tény, hogy a mi agyunk egy kicsit jobb memorizálás és emlékezés szempontjából, egyetlen okos érve volt, és tényleg mindent visz, azt mondta, és akkor tanuljatok férfiak, hogy édes mindegy, hogy mit mondanak a tudományos tények ilyen formán, egyszerűen nem passzol a történet, mert te így emlékszel, én így emlékszem, te mondod a magad igazát, én mondom a magam igazát. A büdös életben nem fogunk ketten találkozni, csak maximum így elmenni egymás mellett. Én erre még tudnék egyet mondani, amit te a tegnap használtál ellenem érvként, hogy szerinted. Na, egyébként igen. Csak az a helyzet, hogy ez most már nem csak szerintem. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy jobban memorizálok, meg jobban memóriám, mint neked, az nem teszem oda, hogy szerintem, mert ez egy tudományosan igazolt tény. Szerinted. De várjál, elmondom, hogy miért jó irány. Most az egyszer jó irányba haladtok. Na, mondjad. Idézem továbbá az most egész... Most az egyszer? Eddig mit csináltunk? Most már annyira konkrétan megnézték a verbális folyékonyság. Nem kell orvoshoz menni, ha ilyenet van. Hallod, ha felverem, lesz-e belőle egy kis cukorral. Ez a szóosásnak az egész konkrétan lexikális változat. Ez, hogy mennyire tudod gördülékenyen, folyékonyan használni a szókincset, ez a verbális folyékonyság, ez egy érdekes történet. Az mondom, a szókincsnek folyik ki a számból a szó, jó. És annak a használata igazából, hogy az mennyire van megolajozva. És van verbális folyékonyság, meg egy másik, a verbális memória, ilyen is van, hogy hát szóra emlékszel egy dologgal kapcsolatban. Szóval már a kutatásokat is kutatják, és azért szubjektív a történet, mert azt mondják, hogy összefüggésben állt a nők előnyének mértéke a publikációt készítő személy nemével is. Mély meglepetés következik, míg a női tudósok nagyobb számú női előnyről, addig a férfi kutatók sokkal kisebb előnyről számoltak be a tanulmányaikban. Így mert van, ők így látják. Igen, hát az az igazság, hogy ezek nagyon régek, valamikor talán 80-as években volt utoljára olyan komolyabb kutatás, felmérés, ami ezt vizsgálta volna úgy nagyobb szinten és nagyobb léptékben, mértékben, hogy akkor a ti memóriátok plusz a mi memóriánk mi hol tart, stb. Ezért is kajtatták elő most ezeket a régi adatokat is, másrészt azóta egy csomó minden más felmérés kapcsán bejöttek azért adatok, amelyeket ebben a pillanatban lehet hasznosítani, mert mondjuk köze van a memória kérdésköréhez, a női agy működéséhez, a férfi agy működéséhez. Tehát most ilyen jó pár évtizedes visszakacsintás történik ebben a pillanatban a friss felmérés mellett, hogy akkor nézzük meg a régi adatok mennyire is reálisak, mert valóban az az egykori 80-as évekbéli eredmény is, ami ki lett hirdetve, hát nem feltétlenül igaz, mert akkor az urak is nagy többségében még a szakmát ők birtokolták és bitorolták a kortályt, egy kicsit úgy a saját maguk majmára hajtván a vizet, nagyon úgy tűnik, hogy falcs adatokat közöltek le, nem ismerték el a női memória, a női agynak azt a szintjét, ami a valóságban elméletileg van. Úgyhogy most ezért kajtatnak hát, ilyen. Volt egy olyan kijelentés az agykutatók részéről, hogy a nők azok gyengébb aggyal nem, szerintem memóriával, tehát nem az agyunkról beszélünk amblok, hanem itt a férfi versus női memória kérdése került szóba. Nem az volt konkrétan kimondva, hogy gyengébb, vagy nem tudom mi, hanem mondjuk a faj súlyossága nem volt annyira hangsúlyozva, hogy valóban a nők jobb memóriával rendelkeznek, mint egyébként az reálisan. Valószínűleg ez is olyasmi lehet, tehát hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy egyenlőek vagyunk. Ez a legnagyobb hazugság, amit el lehet mondani. Nem vagyunk egyenlőek, mert a képességeink nem egyformák. Meg mit tudom én, tehát hogy egyszerűen a biológiai adottságunkból adódóan van egy csomó eltérés nők és férfiak között, és akkor még mindig az általánosításnál vagyunk. Plusz valószínűleg, hogy mások az erősségeink és mások a gyengeségeink. Emiatt
Mondjuk tulajdonképp úgy, nem kár azt mondani a másikra, hogy akkor ez rosszabb. Nem, nem olyan. Én így vagyok úgy, hogy igen, hogy nem, tehát egyenlők vagyunk, egyformák nem vagyunk, talán így egy kicsit helytállunk. Persze, tehát jogilag és minden szempontból egyenlők, viszont a továbbiakban vannak dolgok, amit mit tudom én például. Gyerekek, nem ültetlek szét. Nem, gondoljatok például arra, tehát, hogy vannak... A cement cipelésre gondolsz-e újra? Mert veszek egy teljesen más dolgot. Nézd meg, Forma 1-ben ahány nő volt, nem voltak sikeresek valamiért. Jobban megy valamiért a férfiaknak, hát nem tudom. Hát valószínűleg ugyanoda vezethető vissza most a közlekedés és a női vezetés versus férfi vezetés baleset okozás kapcsán, ugye, amit elmondtunk, hogy ti sokkal bátrabbak, ösztönösebbek, merészebbek, vakmerűbbek vagytok, hogyha például sofőrködésről van szó. Tehát, hogy mondom, hogy ettől még nőnek ugyanúgy joga van részt venni Forma 1-ben, vagy mit tudom én, vannak ilyen jellegzetes dolgok, amikben nők jobbak, ott meg férfiak fognak mindig hülyén kinézni. Itt van még egy másik memória, és ezt megint külön megnevezik, nem kell ezzel se orvoshoz menni, ez az epizódikus memória, és ebben a nők tényleg jobbak, és ezt alá is tudom én írni, akár milyen női. Jobban emlékeznek a sorozat régi epizódjára? Nem csak ez arra. Az, amit az imént mondtam, hogyha van egy közös élethelyzet, igen, a múltban, akkor nekünk van igazunk. Ez fontos azért újra és újra, időről időre kellő módon letisztázni. Az a baj, hogy mivel a hangsúlyodban van valamilyen ambivalensnek nem mondható, én úgy érzem, hogy egy kicsit a valamiféle hát szándékossággal mondod ezt, és emiatt nem elég hiteles. Csak várj, mert szeretném úgy érzem, hogy közön. Bence most el van nyomva. Igen, egy kicsit, de te is férfi vagy, nem? Én egyáltalán nem érzem. Tehát lényegében nem, csak persze, hogy a nők mindig jobban emlékeznek rá, édes mindegy, hogy úgy volt, ahogy ők mondják. Én ebbe az egészbe belesimulok, mint az ellenzéki politikus a korrupció. De figyelj, tehát Endre, ez pont olyan, hogy édes mindegy, hogy igaza van a hölgynek, vagy nem. Úgyis neki van igaza. Igen. Tehát te egy ilyen helyzetben szép lehetsz, okos meg úgyse. Egyébként nagyon hasznos, és nagyon jó az, hogy a nőknek ilyen memóriája van. Tehát gondolj bele, hogy emlékezni tud arra, hogy amikor ezelőtt 15 évvel voltál nyaralni, milyen nyakkendő volt, ha éppen úgy van, milyen nyakkendő arra volt nem, a pincére, aki elrontotta a rendelést. De igen. Hogy igen, azt a fehér népet akkor is megnézted, na, Géza, pedig a láztatunkon voltunk. Igen, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nagyon rendben volna ez a fajta női képesség, addig, amíg nem emlékezne velünk kapcsolatban is mindenre. Mert itt kezdődik mindenféle a probléma. Mindenféle rossz dolog, de hallod, és velünk kapcsolatban mindenre is rosszul. De nálunk minden jogi precedens. Nem, jól emlékszünk, csak a rosszak maradnak meg valamiért, tehát ezt nem lehet bocs, már elvenni. Endrének igaza van a jogi precedensekről és a nők emlékei. Igen, tehát mert... az átatlan helyzet a következő, kincső. Most lezét, tehát képzeld el, párkapcsolatban férfi és nő ülnek az ágyban. Nem mondom, hogy te, mert biztos kivétel vagy, mert tudjuk, hogy tökéletestől már nagyon-nagyon csak nem egy hajszálnyira választ. Bence, elég lesz most már. Tehát ez a klasszikus, mit szeretném mondani? TV-ben van, kit szoktál te, Emma Watson, ugye? Igen, például. És akkor női alattomos kérdés. Te eszed mondatom a popcorn, kit szoktál te isteníteni a hölgyekből? Ja, és ott van Emma Watson ledér ruhában, az azt, hogy megkérdez. Figyelj, és hogyha én nem lennék, akkor... Emma Watson bevállalnád? Tehát, hogy annak a realitása, hogy Emma Watson megjelenik az ajtóban, és azt mondja, hogy nem ennyire fajsúlyos a helyzet, Bence, simán, hogy tetszik-e neked Emma Watson, innen indul a konfliktus. Hát akár elmegyünk addig, hogy lefeküdnél Emma Watson, na mindegy. Van egy kis izé, úgy érzed, hogy elromlott enyhén a hangulat, de hát aztán a film végére kisimul, meg egyébként is ki a francot érdekel, mert az utolsó négy órát úgyis átaludtad. Jó, szóval elmész lefeküdni. Telnek múlnak a napok. Az évek, Bence, az évek múlnak el. Ez itt a baj. Telnek az évek. Jól tudom, ugye? Így van, és 2000, mit tudom én, ez történt kine, ezért, ott a nyugdíjazási partidon. 2022. október 27-én hazamész, és az asszony kitasz neked egy tányér levest. Megkérdi, hogy ízlik-e. Hát az a helyzet, hogy odakozmálta, hogyha ezt így elég nehéz. Nincs amit tenni, az ember mégiscsak próbál élete párjával őszinte lenni, és akkor közli vele, hogy nem, drágám, ezt odakozmálta. Nem tetszik? Na akkor menjél el a Watsonhoz! Ő biztosan jobbat főzne, ugye? Igen, kár, mert a múltkor is őt nézte. Így van, így van. De nem tudok szembe menni ezzel a gondolattal. Te is csináltál ilyet? De mit szólsz, én miért utálom Mila Jovovicsot, de úgy, hogy...
Ha jönne, akkor én megmutatnám egyrészt, hogy van székelybicskán, kettő, hogy tudok bánni a baseball üt. Bízd rám a Milan Jovovicsot, én majd aztán megtanítom. Jó. Móresre. Majd elviszem hozzád tanuló leckére. Szóval igen, nagy igazság, ezt fáj bevallani nőként pláne, de tényleg esetenként ez a memória kérdése azért nem úgy csapódik csak le, hogy feltétlenül büszkék tudjunk rá lenni. Én őszintén mondom, néha úgy örülnék, ha bizonyos szituációkra az életemben nem emlékeznék olyan rettenetesen nagyon, még mindig, igen, ahogyan emlékszem. De az is igaz, hogy mondjuk sok szempontból hasznot lehet úgymond ebből húzni. Tehát például, hogyha a családi társasjátékos helyzet van, illetve valami memóriajátékos történet van, akkor látjátok, ösztönszerűen én már nagyon jól tudom, hogy mindig a hölgyekhez kell csapódni, hogyha csapatjátékról van szó, mert egyértelműen előnyösebb. Meg én imádom az ilyen memóriajátékokat. Tehát főleg, amikor a szó keresés, vagy egyáltalán az ilyen fogalommal kapcsolatos, magyar nyelven használt fogalmakkal kapcsolatos játék kerül szóba, egy kicsit kombinálva mondjuk memóriajátékkal. Ilyen például a fedőnevek, ami nagyon vagány. Na igen, olyankor nagyon-nagyon a hölgyeket szeretem magam mögé és mellé gyűjteni. Tudod, mi a fedőneve? Kincsőnek? Nem, hát a fedőn. Na ezt most még egyszer. A fedőnek mi a neve? Nem tudom. Fedő. Ja. Óna. Rossz poén volt, bocs. Gyerekek, igen, azt hiszem, hogy kell még egy kávé, nem sokára, jó? Itt egyébként még nekem ott azonnal látom, azt hiszem, de... Ott látom még működni ezt egyébként, és nagyon az már szerethető módon, mert nem rólam szól, ott látom működni ezt a fajta női memóriát, amikor például falusi vagy kisebb közösségben ki kell kuszálni, hogy valaki kifia borja ki. Ja, igen. Na, ebben a helyzetben, ezt bízzátok a nőkre. Ez tehát anyús, ez tipikusan... anyús, hogy is van kinek, igen, a keresztfia? Én ezt az amatőr HR-esnek szoktam hívni, amikor valaki ez a hobby HR beindul. A családi munkahelyek. De vannak ilyen emberek egyébként, szerintem kitűnően alkalmasak a HR-nek, nekem is van vagy 2-3 ismerős, valakit le kell káderezni, két várossal arrébb van, beütöm, két órán belül olyan információt kapok, esküszöm, tehát, hogy azt azért fejvadászok irigyelhetik. Te kiket szoktál így legyomoztatni, csak na, úgy a kíváncsiság a véget, két várossal odébról. Kiket szoktál róla, mit tudtál meg? Ezt megjegyeztem, csak szólok, Bence, a közös jövőnkre való tekintet. Nem látjátok, nem tudjátok, milyen dosszíjén van otthon. És ja, egyébként, ha valamit nem akarsz, és ha valamit el akarsz kerülni a saját, mondjuk további jó sorsod érdekében, akkor na ezzel nem merjél vitatkozni. Soha nem mondd, hogy nem igaz, mert a Hufnagel Pisti 64-ben hatta ott az öntörétem 65-ben. Tehát ezzel nem mész szemben. De emberek ilyenekről szoktak, ezért szoktak elválni, hogy Hufnagel Pisti 64-ben vagy 65-ben hagyta ott az öntödét. Egyébként jelzem, tehát nézzétek meg, értelmes veszekedés otthon még sose volt senkinél. Tehát ilyeneken vitatkoztak, hogy miért tetted le az abroszt? Te vagy mit tudom én, ja, tehát ezekből lesznek a nagy dolgok. A másik kedvencem otthon anyuméknál, hogy ezt kitől kaptuk ajándékba. Nem, ezzel nem kell síkra, nem, egyáltalán nem kell beszállni a játékba. Hogy ezt most nem tudom, Tótéktól kaptuk ezt az abroszt, vagy azt a vázát, ezt a kerámiát, kitől kaptuk, ezt mindig anyum tudja. Hát de én ezért is nézek ilyen kikerekedett szemekkel, hogy egyáltalán hogy merül fel néha az a helyzet, tudod, hogy bárki is megkérdőjelezni, hogy nem édesanyját tudja a legjobban. Mert a férfiak sosem tanulnak, mert rövid a memóriáj. Itt, jaj, Endre, ma reggelre megfejtetted minden nemű férfinői konfliktusnak az okát. Komolyan mondom, tehát egyszerűen rövid az agy, a memóriát. Még ahhoz is rövid, hogy tanuljunk a saját hibáját. Igen, de igen, elfelejtitek, hogy ezzel már egyszer túl vagytok. Van nekünk összefüggés, van összefüggés az én keresztrejtvény fejtésem, illetve a női férfi mintáim között. Azért nem tartom ezeket a dolgokat nyilván, amiért a keresztrejtvénnyel sem haladok, mert nem érdekel. Na ez az. Bence már fejlődőképes férfi, ő már tudja, hogy nem érdemes foglalkozni vele. Igen. Igen, de... tehát ez a, minek nekem? Google, megkérdem majd. Ez a lemondás az új fejlődés. Ott vagyunk egyébként ebben a pillanatban, tökéletes, tehát még időben is passzolunk, lassan a megszólalás végéhez érkeztünk. Eljutottunk oda, ahová egyébként a kutatás kísérlet és minden nemű felmérés is eljutott végső soron, lévén itt vizsgálván ugye az agyunk összetételét, meg mivel kapcsolódik női-férfi vonalon, le is vonták a konklúziót, miszerint a férfiak agyának összeköttetése a tudatosságot és a motoros készségeket helyezi előtérbe, még a női agyában lévő kapcsolatok minden motoros egyetértenek ezzel. Igen, előnyt biztosítanak számukra a memóriában és a szociális kognícióban. Ergo, ti egy kicsit valóban ez ilyen motorikus. Nem tudom, hogy elírták-e, vagy szándékkal akartak poénkodni itt a cikkben a motorosan. Én megmutatom nektek a motorikus készségemet, amelyek kávét főzni. Na, szia Bence, van még körülbelül 17 másodpercünk, amikor is Endre elmondja a telefonszámunkat. Igen, és egy dolgot biztos tudunk, hogy Bence nem azért ment ki, hogy befejezze a keresztrejtvényt. Nem.
0726 71 99 60. Ti hogy vagytok ezzel? Látjátok-e ezt a kettőséget, akár különbözőséget férfi és nő között? Féltek-e tőle, vagy hasznosnak látjátok? Ez itt talán a fő kérdés. Írjatok nekünk akár Facebookra is. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Mi lehet, azt teszi fel a kérdést a dalszövegíró? Öt betű is a szívhez szól. Hegedű? Nem, mert az hat betű. Lovasinak köszönjük ezt a megfejtést. Ilyen értelemben a keresztrejtvény neki sem megy szerintem jó esélye, de látjátok, milyen érdekes? Akármilyen kutatást veszünk, kiderül, hogy a nők jobbak. Hát azért nem, na én ezzel vitáznék egy kicsit, csak csinálj meg a bretonomat. Ja, tehát hogy foglalva közben, bocsánat, elnézést. Vártam, hogy reagálsz érdemben valamit. Igen, azt akartam most mondani, hogy... Most az nőkes, te vagy foglalva... Nem, mert elég sokat dicsérjük a nőket, az a helyzet itt reggelente a hármas szabályban, ami... szeretjük a nőket, amit csináljunk. Hát szeretjük, maradjunk ennyi. Mondta Bence sóhajja. Így van. Szóval, hogy nagyon rendkívül kedvesek vagytok, amikor mindig arra élezitek ki a gondolatot, hogy mi nők mennyivel jobbak, ügyesebbek, szebbek vagyunk, és természetesen igazatok van. Csak az a helyzet, hogy... Én kell az legyek. Nem, na, most akarlak dicsérni, de le is eresztheted a székemet, ha szeretnéd, mert úgy is el tudom mondani. Az lényeg az, meg a helyzet az, hogy sok mindenben vagyunk jók és jobbak, mint tük, de ti sok mindenben vagytok jók és jobbak, mint mink. Ezért van az, hogy amikor vásárol 10 gram sejem alsó, nem, akkor fog meg ezt az acskót. Hát például a teherbíró képességetek sokkal jobb, így van. Látod, olyan szép úgy hosszú karod van. Úgy néz ki, hogyha bántanálak, mert a képedben megjelenik az öklöm, jó? Bevásárló szatyrokat szépen is fel lehetne akasztani. Az előbb dicsértelek, hogy nem ültetlek szét. Miért? Nem vagyunk rosszak. A... Milyen a pasid? Jó, cipel, ügyes. Mondjuk van különbség a között, hogy cementes zsákot kellett cipeljen, vagy felhasogatott fát, vagy ilyen reklámtasakot, ilyen bevásárló szatyrot, tudod, igen. Egy Gucci felirat. Nem tudok a keresztrejtvényekre visszatérni. Próbálok valamit mondani, de szerintem a keresztrejtvények unalmasak. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Kis Bencét a 0726 71 99 66-on lehet letorkolni. Viszont gyere, kiegészítjük, mert nem csak a keresztrejtvény létezik, hanem ez a verbális memória, amit korábban Endre már említett, az az ilyen szókereső játékokra ja, is azt hittem, ez az a... Hallod-e? Mondjuk, mondta Katikának, és Katika mondta nekem, és akkor én most mondom, hogy az történt, hogy vagy az a verbális memória? Ez a szituációs helyzet memória. A cicuáció jugja meg. A cica jugja meg. Sehogy sem lesz ez jó. Tehát úgy néz ki, hogy Bencének új játékot kell találni, vagy más játékot kell találni, mert ezzel nem fogjuk megkötni egyáltalán ezzel a keresztül. De azt már régóta tudjuk, hogy Bence mással játszik. És szerintem vannak nők, akik erre emlékeznek is. Te meg az idegrendszeremben ilyenkor. Mindjárt megkérdezi, hogy most is piros vagyok. Bárhol, bármikor van valami, amiről nem tudjuk, hogy hogy történt, mint történt, megnyugodhatunk abban a tudatban, hogy van egy nő, akire erre pontosan emlékszik. Biztosan meg, hát ha emlékszik, akkor meg is történt nagy valószínűség. Pontosan úgy emlékszik, ahogy nem akarod, hogy emlékezzen, akarod mondani. Igen, azt sajnálom őszintén, hogy egy kicsit idézőjelesen magunk ellen is beszéljek, meg kedves, meg szép dolog, hogy így évtizedek kutatási eredményéből kibogozták, hogy sokkal ügyesebb a memóriánk, mint nektek, de én azt sajnálom, hogy ez a felmérés nem terjed ki arra, ami egy kicsit azt magyarázná meg, hogy tényleg miért csak, vagy nem csak, de hogy túlnyomó részt a rossz dolgokra emlékszünk jobban. Mert az embernek a negatív tapasztalatai általában sokkal markánsabbak, mint a pozitív tapasztalatai. Ezért van az ugye, és ezáltal működik az evolúció, ezáltal működik az, hogy a gyermek ráteszi egyszer a forró vaslapra a kezét, többet nem. Köszönöm szépen, doktor Kis Bence. Ennyi akkor, és akkor frusztrációink is úgy néz ki, ezért maradnak nekem meg. Csak annyi kérdésem lenne, elvesztettem a kérdést a csodába. Ez van. Szellemi kapacitásom, nem mondtam, hogy különösebben magas de lenne. Értem én, hogy a memória a ti esetetekben nem egy erősség, de hogy ennyire. Te nézd meg azért. Mondták, hogy Bilobírt kéne szedjek, de... Bence, itt vértigzadunk, hogy valamilyen szinten mentsük a menthetős errefelteit, élőben, élesben elköveted azt, amiről azt mondják, hogy ilyenek vagyunk. Köszönjük szépen, hogy hozzátettél a férfiak, hogy mondjam, rehabilitációja ezáltal nem történt meg részedről. Igen, Bence sokszor azért van itt mellettünk, meg hát azért szeretjük, meg simogatjuk, és örülünk annak, hogy itt van velünk, mert hogy tulajdonképpen igazolja azt, hogy az adott napi témánk az valóban egy létező dolog. Most nem feltétlen korrupciós témákra gondolok, de például... Nézd meg, egyébként a női multitasking. Tehát ja, igen, természetet, simogatom Bencét, és eközben képes vagyok normális magyar mondatokat megfogalmazni. Endre, tehát komolyan az evolúció csúcsán állok ebben a pillanatban. De hát még én, hogy észrevettem. Jaj, én neked is jár a gratuláció.
Na, mivel csak nem akar vége lenni ennek a megszólalásnak, és nagyon-nagyon szeretnénk valami másról beszélni, ezért bedobom a nagy kérdést. Drága urak, drága hölgyek. Akartam kérdezni. Na, eszedbe jutott. Igen. Na. Volt olyan, hogy egy vita közepén rájöttél, hogy tulajdonképpen nincs igazad, de azért se szívtad vissza, és csinálta, hogy mit a végig igazad lett volna. Volt. Persze, egyértelmű. De akkor már tudjátok, azért megy a játék, hogy képes vagy-e annyira fújni a valótlant. Utána hogy... bevallotta, de hogy az az igazság. Másnak igen, neki nem. Hát miért vallanám be? De hát ennek semmi értelme nincs. Ez azt hiszem, a női létet sikerült összefoglalni a kincsőnek ebben a mondatban, és mivel hogy azt mondtuk, hogy itt a megszólalás nem akar véget érni, de mégis véget ért, 0-7-26-71-99-66, kirakunk egy pontot. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.